Na, szevasztok! Sajnálatos dolgot követtem el az előző videóban, ugyanis a helyet rosszul mondtam. Pesten lesz az Atrium Park Irodaház éttermében ez a dobozgyűjtő találkozó május 5-én, 1134 Budapest, Váci út 45 szám alatt található meg, ugye dobozgyűjtők találkozója. A szlogenünk persze Híd a gyűjtők között. Na már most. Térjünk át a lényegre, hogy én milyen videóval érkeztem most hozzátok. Ugye a címem mi lehet, vajon mit csinálok? Na várjatok. Ugye, Gyömbéres Bőrn házilag. Ez a cím. De vajon hogyan? Lehet egyszerű módszer, lehet bonyolult, bárhogyan el lehet készíteni. De én most elkészítettem, úgy érzem, hogy megpróbálkozok vele. Ugye hazánkban található 6 fajta burn. Ugye van az originál, van a zero, akkor van az almás kivis, a passion punch, a sherry, ami kifejezetten csak hazánkban kapható, illetve forgalmazva van, és van a burn lemon ice. Na már most. Én most készítek egy gyömbéres burn energiaitalt. Hát szerintem lássunk hozzá. Én kíváncsi leszek, hogy milyen az íze, mert én most először csinálom szintén veletek, ahogy látszódik, ugye. Akkor fogjunk hozzá egy pohárnak. Nem kell olyan hú de drága gyömbéres üdítőre gondolni. És persze a burn originál klasszik verziója a Tutti Frutti. Na, lássunk is neki. Töltünk félig gyömbérrel. Lássuk ezt a gyömbért. Így. És félig. Látjátok, most mondom fő. Azt annyit el kell, hogy mondjak, külföldön van kétfajta gyömbéres energia, hát amiről én tudok, tudomásom szerint, az van a Red Bull, van Red Bullból van az gyömbéres, és a 2Go gyömbéres energiáról tudok. De ha, mint hallottam volna, Rockstarba is van, azt mondjuk én még nem kóstoltam, de ha meg lesz, akkor megkóstolom veletek. Szerintem kóstoljuk meg. Egészségetekre! Nem rossz, szerintem ez jó. Ezt ki kéne találni a bőrnösöknek, esküszöm. Gyömbéres. Le a kalappal. Nekem ízlik. Egészségetekre, szintén újra. Ez remek lett. Egy a mérték, és amit beleöntöttem ugye a pohárba. Szerintem nyeri. Hát ennyi lett volna a videó. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a Gyömbéres Bőrn házilag című videómat. Egyébként a meetingen lesz 2 vagy 3 teszt videó, ahogy ugye elmondtam. Kisrajci kollégámmal, majd lent a leírásban megtaláljátok a linket. Ennyi lenne. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Köszönöm szépen, sziasztok!